Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy kívánság vagy egy álom most megvalósul, mert a szerencse melletted áll. A jelenlegi helyzetedet itt ez a kártya szimbolizálja. Ezen a kártyán a 6-os szám utal a múltra, van egy kis nosztalgia benne. Az is lehet, hogy valaki gondol rád. Itt a képen látható, hogy el van ültetve itt valami, és ez utal egy új kezdetre, ami később kivirágzik. Itt két cserépről van szó, tehát két különböző témára. Az egyik jelenti a párkapcsolatot, a szerelmet, a másik pedig a munkát, a hivatást és a pénzügyi dolgokat. Először megnézzük, mi vár rád a párkapcsolat, a szerelmi élet területén. Itt ezen a képen látható egy király, és ő szimbolizálja most a te lelki társadat. Nagyon töpreng, olyan elgondolkodó, várakozó. Neki is megvannak az álmai, a vágyai, a kívánságai, és gondol rád, de ez kevés, mert oda kellene figyelnie arra, ami a háttérben van, és felfedezni ezt a kardot. Ez a kard utal arra, hogy át kell lépni a félelmeken, elvágni a félelmeket, hiszen a kardok ezt is szimbolizálják. Azon kívül a levegő elemét, a könnyűséget és a kommunikációt. Ami a helyzetedet illeti, a te lelki társad gondol rád. Megvannak a vágyai, az álmai, de nem beszél veled, vagy nem beszél ezekről az érzelmekről. Ahhoz másfele kellene neki tekintenie. De hogyan tovább? Ezt mutatják a következő kártyák. Itt látható Neptun bolygó, vagy ahogy ismerjük a görög mitológiából, Poszeidón, aki uralkodik a tengerek felett. És itt a víz eleméről van szó, és a víz eleme szimbolizálja az érzelmeket, a vágyakat, a reményeket, az álmokat, és Neptun bolygó uralkodik az álmok felett. Tehát fontos, hogy ez az álom megvalósuljon, vagy ő álmodozik rólad. Az is lehet, hogy te megjelensz az ő álmaiban. Itt vagyoni dolgokról van szó. Az is lehet, hogy ezt neki most rendeznie kell. De ez a kép utal értékekre, a belső értékekre is, és az azt jelenti, te értékes vagy számára. Az is lehet, hogy megajándékoz téged, és itt van a remény. Azon kívül egy jó üzenet, valami kellemes vár rád. Itt ezen a képen szintén egy levélről van szó, tehát két kártya utal arra, hogy hamarosan lesz egy üzenet tőle, és ez egy kellemes meglepetés. Hogy mi várható a későbbiekben, erre utal a virágcsokor. És ennek nagyon sok jelentése van. Egyrészt utal arra, hogy te szép vagy, ápolt vagy, kimutatod a nőiességedet, így lát ő téged. Ez a virágcsokor utalhat a te kreatív tevékenységedre is, ami miatt ő csodál téged. Azon kívül jelent egy kellemes meglepetést, egy ajándékot, vagy egy meghívást. És
Most áttérünk a másik oldalra, és azok a kártyák utalnak a te munkádra, a te hivatásodra és az anyagiakra. Ezen a képen van egy királynő, és ez a királynő uralkodik. Uralkodik a gondolatai felett, uralkodik az érzelmei felett, távolba tekint, amire ez a madár utal, tehát tervez valamit, ami a jövőt illeti, nagyon okos, tehetséges, egy bölcs nő. És itt látható ez a kígyó, tehát utal a gyógyító erőre, utal a kundalini energiamezőre is. Tehát minden megtalálható itt. És ez a hölgy nagyon okos, bölcs és nagyon tehetséges. És ez a kártya, ez a hölgy rád utal. Megvan a tudásod, megvan a tehetséged, megvan a saját erőd, energiameződ, valamit változtatni a munkádon. Benne vagy ebben a megújulásban, ebben a gyógyító erőben. Az is lehet, hogy egy ilyen területen tudod magadat kibontakoztatni. De spirituális dolgok is érdekelnek téged. Sajnos jelenleg még vannak hamisságok a munkahelyeden. Erre utal itt az ellenség, a hamisság, vagy azt is jelentheti, hogy te nem a hivatásodat éled, és jó lenne ezen valamit változtatni. Én úgy gondolom, hogy mindkettőt jelenti, hogy van ellenséged, vagy irigyek rád a munkahelyeden, és légy óvatos. Viszont itt lesz egy jó kimenetel, vagy egy jó ajánlat, javulni fognak a dolgok. Akkor is, ha ez nagyon örömteljes, ahogy így a munkahelyi viszonyodat illetően ezek a változások bekövetkeznek, jóra fordulnak a dolgok. És itt lesz valami örömteljes, vagy egy ajánlat, aminek te örülsz. Tehát itt megvan a lehetőség arra, hogy változtass valamit a munkádat illetően. De jelen pillanatban, és én úgy gondolom, hogy még a közeljövőben is megvannak itt a korlátozások, a félelmek, a bizonytalanságok, és még nem tudod, hogy hogyan vagy milyen irányba tudnál lépni. De higgy a te saját tehetségedben, higgy ebben a transformációban, ebben a gyógyító erőben, és abban is, hogy megvan a tudásod, a tehetséged kibontakoztatni magadat, és ez lehet hamarosan számodra egy jó kezdet. Ez a kártya azt mutatja, hogy mi vár rád a munkát illetően, a halak utalnak pénzügyi dolgokra, tehát itt jólétről van szó, nyereményről van szó, azon kívül a halak mutatják a belső értékeket is, és ez a te tudásod, a te bölcsességed. Ha ebben hiszel, akkor szerencséd lesz a munkádat illetően, és éled a hivatásodat, hiszen ez hív téged. Ez a kártya utal arra, hogy mi valósul meg az álmaidból. Itt látható egy angyal, aki segít neked. Az a fontos, hogy meglegyen a hited, vagy legyenek konkrét célok, hogy itt elültess valamit. Azon kívül ez a kártya itt mutatja azt is, hogy őrizd meg a belső nyugalmadat, és légy kiegyensúlyozott, hagyd, hogy úgy magától alakuljanak a dolgok, de legyen meg a hited és a bátorságod.
És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!